Azért vagyunk itt a vasutasok szakszervezetének székhelye előtt, hogy kiálljunk mellettük, illetve a közúti közlekedési szakszervezet mellett is, és természetesen a MÁV és a Volán dolgozói mellett, ugyanis az említett két szakszervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy bérfeszültségből eredően óriási gondok elé nézhet a két vállalat, tehát a MÁV és a Volán. Ezügyben már írtak is levelet a Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszternek, Máger Andreának, illetve Fónagy János államtitkárnak, hogy nyújtson azonnali pénzügyi segítséget a kormány a MÁV-Volán csoportnak. De mi is történt pontosan, mi ez a bérfeszültség és mi következik belőle? Ismeretes, hogy a tavalyi év folyamán 10%-os béremelést indítványoztak, hogy ennyit fognak bevezetni, azonban a minimál bér emelése szerintük, a szakszervezetek szerint teljes mértékben felülírja ezt a megállapodást, és a bérrendszer teljes összeomlásával fenyeget, ami által tömeges elvándorlás indulhat a MÁV-tól és a Volántól, és már így is nagyon nehéz helyzetben volt ez a két vállalat, és természetesen az ország működésének szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy jól működjön a MÁV és a Volán. Ezért a két szakszervezet azonnali pénzügyi segítséget és bérrendezést kér azoknak a MÁV és Volán dolgozóknak, akik eddig nem minimál béren voltak, hogy a bérfeszültséget megszüntessék, és megelőzzék azt, hogy összeomoljon gyakorlatilag a MÁV és a Volán. Ebben a törekvésükben a Mi Hazánk mozgalom teljes mellszélességgel támogatja őket, tisztességes fizetéseket akarunk a MÁV és a Volán dolgozóinak.